Audio Jungle. Tisztelettel köszöntöm a Pont Televízió nézőit, illetve a Pont Rádió hallgatóit, és köszöntöm a stúdióban Seresné Mezger Krisztinát, a Mezőtúri Lokálpatrióta Egyesület képviselőjét, tagját, városi képviselőt. Másodikán, január másodikán lett vége a téli szünetnek, és ekkor fejeződött be a gyermek érkeztetési akció. Összegezzünk! Az összegzés előtt mindenkit köszöntök én is, mind a rádió hallgatókat, mind pedig a televízió nézőket, és azokat a támogatóinkat pedig külön kiemelt figyelemmel, akik ebben az évben is segítettek nekünk. Hogyan ért véget az akció? Hány gyermek vett benne részt? Milyen tapasztalataid vannak? Talán inkább az elejével kezdeném, december 23-a szombattal kezdődött el az akció, és egy kicsit az elmúlt évekhez képest másképpen kellett összerakni az élelmezési koncepciót, ha lehet ezt mondani, hiszen alkalmazkodni kell minden évben a szőlőfürtnek a nyitvatartásához, főzési idejéhez, de nagyon fontos, hogy a karácsonyi időszak alatt is legyen élelmiszer. Így komplexen egy meleg élelmiszeres és most már tartós élelmiszer csomagokkal kiegészített programot sikerült létrehoznunk, ami most már ilyen tekintetben látjuk, hogy megállt a helyét, és mindenképpen sikeres volt. A jövőben, hogyha megint ezzel a helyzettel találkozunk, akkor hasonlóképpen megpróbáljuk dinamikusan megoldani. 20 gyermekre készülünk mindig. Nagyon sokan kérdezik, hogy miért nem több gyerkőc, nem miért pont 20 gyermekre. Az ok nagyon egyszerű, tehát amikor november végén elkezdődik ez az akció, egészen pontosan hamarabb, hiszen már októberben megkérem a tagintézmény vezető asszonyt, hogy segítsen nekem a gyermekeknek a kiválasztásában. Hozzátartozó adminisztrációs kötelezettségek vannak úgy a gyermekek irányába, mint a szülők irányába. Tehát nagyon sok papírmunkánk van ezzel az élelmezéssel együtt, azon túl, hogy mondjuk decemberben meghirdetésre kerül. De minden évben ez egy, hát hogy is fogalmazzam, egy szabad esés, hiszen ez nem egy egynapos akció, amire egy bizonyos összeget össze kell raknunk, hanem ez egy folyamatos akció december 23-ától, 2017. december 23-ától 2018. január 2-ig. És mint minden felelősséggel gondolkozó ember annyit próbál bevállalni, amit biztos, hogy meg tud adni, hiszen ilyen módon létkérdés az, hogy végig tudjuk az élelmiszert a gyermekeknek eljutatni. Szerintem lényeges kérdés a kivitelezés. Beszéljünk egy picit erről. Folyamatos akcióról beszélünk. Hogyan zajlott le? Kik vettek benne részt? Mik voltak a főbb momentumok? Ugye 4 évnyi akcióról beszélünk, minden évben változtatnunk kell dolgokat. A tavalyi hideg időszakban például azt változtattuk, hogy nem kellett az újvárosi iskolás gyermekeknek följönni a szőlőfürdbe, hanem az újvárosi iskola egyik termébe kivittük az élelmiszert, és odaérkeztek meg. Ebben az évben már maradtunk ennél a lehetőségnél, hiszen mindenképpen könnyebb volt a gyermekeknek, és nekem nagy segítségemre volt a Mezőtúri Lokálpatrióta Egyesület munkatársai közül 2 kedves ifjú hölgy, akik vállalták a szőlőfürdben való találkozást és az ottani étkeztetést, én pedig az újvároson teljesíthettem szolgálatot, hogyha lehet ezt mondani, ott pedig az újvárosi iskolának a munkatársai segítettek ebben. Tehát tulajdonképpen ez a napi rutin, ha lehet ezt mondani. Persze van olyan nap, mint például a vasárnap, tehát a karácsony napja, vagy akár a 30-a, amikor a szőlőfürdben nincsen főzés. Ilyenkor 23-án dupla adag élelmiszert kaptak a gyermekek, és 25-e tekintetében pedig tartós élelmiszercsomagot. Tehát pontosan erről beszéltem a riport elején, hogy igyekeztünk a lehető legjobb módon gondoskodni róluk. Természetesen aláírják, hogy átvették az élelmiszert, természetesen ehhez kapcsolódó dolgok azért vannak, de nem ez a legfontosabb része, vagy nem ez a, hogy is mondjam, érzelmileg és emberileg megejtő, egyben megrendítő és nagyszerű dolog, hiszen egy ilyen élelmezéssel kapcsolatban egyrészt szembesülünk azzal, hogy vannak gyermekek akik, és családok, akiknek segíteni kell,
Másrészt nem csak gondolatban szembesülünk, hiszen azért felnőttek vagyunk, tudjuk, hogy ez a probléma van, létezik, tehát mindig is voltak a társadalomban rászorulók. A nehézsége az a dolognak, hogyha gyermek rászorulókról tudunk beszélni. De egy másik dolog, amikor ebben a környezetben vagyunk, és ténylegesen ott vagyunk a gyermekek közt, és beszélünk velük. Maga ez az akció arról is szól, és ez nagyon fontos része, hogy nem csak egy egyszerű élelmiszercsomag átadás, hanem egyféle kapcsolati tartás a téli szünetben a gyermekekkel. Tehát a tavalyi időszakban is tudtuk, hogy nincs kis csizma, láttuk, hogy nincsen sapka kesztyű a kis tesónak, hiszen nagyon sokszor tesókkal együtt jönnek a gyerkőcök. Vannak olyan adhok helyzetek, amiket azonnal kell tudni ott kezelni. Itt hozzátenném, hogy természetesen nem tudjuk ezt mezőtúron mindenhol megoldani, és nagyszerű szakemberek, akiknek a hivatásuk is egyben a segélyezés az év 365 napján, ők is megteszik ezt, és nem csak a mi segélyezési akciónk volt, vagy lehetőségünk, vagy élelmiszergyűjtésünk mezőtúron, hanem nagy büszkeségünkre ilyen módon nagyon sokan összefogtak a karácsonyi időszakban. Nekem az év ezzel telik el, ha lehet ezt mondani, mindig vannak emberek, akik csatlakoznak hozzám, akár az élelmiszer gyűjtésben, akár a nyári tábor szervezésben, hiszen hasonló módon a gyermekeknek kisvirág gyermektábor tartunk, immáron szintén negyedik alkalommal lesz majd megtartva 2018-ban. Tehát ez egy ilyen komplex folyamat, de tény, hogy ezt sem, mint ahogy az élet más területén sem lehet egyedül csodákat elérni, úgy lehetett ezt az akciót is véghez vinni, és úgy lehet minden évben és a jövőben is, hogy nagyszerű emberek segítségével, összefogásával, cégek segítségével lehet segíteni ezeken a gyermekeken. És mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy túlléptük már mezőtúr határait, tehát maga az akció tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy nagyon sok esetben találkoztam azzal, hogy hívjunk föl telefonon ilyen-ilyen összegért, és majd valahova elkerül az a segély. És én úgy gondoltam, hogy van nekünk egy mezőtúri családunk, hiszen a város maga egy nagy család, és nekünk van kiről gondoskodni. És ha lehet, akkor legyen ennyire direkt a segítség. És ez arról szólt, hogy 500 forinttal valaki belement a szőlőfürdbe, és évek óta erről szól, ott megvásárolt egy menüt, fölírta a nevét, vagy anonim maradt, ahogy ő úgy érezte, ahogy ő szeretné, és az 500 forint egy gyermeknek aznap a háromfogásos melegételét jelentette. Ennél egyszerűbb, tisztább segélyezési lehetőséget szerintem nem lehet kitalálni, és én mindenkit arra sarkaltam, hogy próbáljunk a saját családunkon belül segíteni azoknak a gyermekeknek, azoknak a kisebb, nagyobb családoknak, akiknek ez ténylegesen létkérdés. És azt hiszem, hogy az anonim segítés a legőszintébb segítségnyújtás. Ugyan mondtad, hogy rengeteg anonim támogató volt, mégis szerintem célszerű, ha kiemelünk nem anonim támogatókat, tehát kik voltak azok, akik mondjuk cégek, gazdasági társaságok, vagy magánszemélyek, akik viszont névvel adakoztak. Talán érdemes őket megemlíteni. A legnagyobb tisztelettel szeretném nem kiemelni őket, és mégpedig azért, mert attól tartok, hogy valakit mondjuk egy riport és papírok és egyéb dolgok tekintetében nem említenék megfelelő hangsúllyal. Így aztán, ha lehet, akkor így csoportokra bontanám. Tehát nagyon szépen köszönjük a cégeknek, akik támogattak minket, és évek óta megteszik. Köszönjük az anonim felajánlóknak, akik bemennek és támogatnak minket. Köszönjük a külföldön élő mezőtúriaknak, hogy nem csak a saját átutalásaikkal, hanem akár még munkatársaik adományaival is támogatnak minket. Egyébként Törökországból is kaptunk támogatást. És nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik egy lájkkal biztattak minket, akik egy megosztást tettek azért, hiszen az ő megosztásuk kapcsán lehet, hogy kaptunk, sőt, biztos is 500 forintot van, vagy annak többszörösét. Köszönjük szépen a médiának, a Néplapnak, a Pont Televízió, Pont Rádiónak, a Városi Televíziónak. Annyi mindenki összefogására volt szükség, hogy senkit nem lehet tulajdonképpen ilyen módon kiemelni. Ellenben minden évben az apropó hirdetési újságban az anonim felajánlásokat
ajánlók mellett név szerint összegyűjtve megjelentetjük azoknak az embereknek a névsorát, akik segítettek, és ilyen módon is köszönetet mondunk többek között a www.alföldközepe.hu oldalon. De hozzá kell tennem azt is, hogy kaptunk mézes kalácsot, horgolt angyalkát, gyümölcsöt, nagyon-nagyon jó minőségű szaloncukrot, és az események után kaptunk például mikulásokat. Mindenről hírt adtunk, és hát igyekeztem a Facebook oldalomon is megjelentetni. Mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy a gyermekek nevébe végtelenül köszönjük, és mindenkit arra bíztattam, hogy jöjjön el az ételosztásra, mert ugyanezt az oldalamra nem fogom kitenni, de minden egyes nap mesét, mondókát kaptam a gyerekektől, és elképesztően ügyesek, és ők úgy gondolták, hogy ezzel örvendeztetnek meg minket. Nagyon jó érzés volt, és egyben nehéz érzés is az elmúlt években ezt az akciót továbbvinni. De ez a riport talán nem ennek az akciónak a személyes nehézségeiről, vagy az érzelmi részéről szól az én gondolataimban, hanem arról a tiszteletről, amit szeretnék kimondani azok részére, akik támogatják évről évre ezeket a gyermekeket feltétel nélkül. Eredményesnek és értékesnek lehet akkor neveznünk ezt az akciót ezek szerint, és látom a szemedből, hogy ez így van. Jövőre is lesz ilyen akció, ha jól tudom. Úgy gondolom, hogy bárcsak ne lenne ilyen akció, tehát az a világ lenne a legszebb világ, ahol nem kellene ilyen akciót tartanunk, ahol nem kellene embertársainkról ilyen módon gondoskodni, de a világ ilyen volt, ilyen ma is valószínűleg, hogy ilyen is fog maradni. Tehát igen, de a következő lépésünk, ugye az a 2018-as évben szintén a gyerkőcöknek a teljes mértékben ingyenes kisvirágtábor, ami kapcsoló illetve ebből az étkezési akcióból indult el. Ez a tábor vagy az iskola év végén, vagy a tanév kezdet előtt szokott kialakulni, és akkor tartjuk egy hetes tábor, amiben szintén nagyon sokan segítenek, és voltak olyan átutalások, amik tulajdonképpen akár a külföldiség miatt, vagy a későbbi hír miatt később érkeztek meg, és akkor ezeket az átutalásokat pedig a Kisvirág gyermektábor élelmezésére szoktuk fordítani, hiszen ott akkor 5 napig a gyerkőcök velünk vannak, és akkor az ebédet hasonlóképpen kapják meg, illetve mindig van egy különleges táborzáró délutáni, hát inkább úgy mondanám, hogy vacsoránk, és amit nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek, és nagyszerű élmény szokott lenni mindenkinek, aki ebben a táborban segít. Seresné Mezgel Krisztinának megköszönöm, hogy eljött és mindezeket elmondta. A kedves televízió nézőknek, illetve rádió hallgatóknak pedig megköszönöm a figyelmet, ezt a műsorunkat is, csak úgy, mint a többit a YouTube csatornánkon visszanézhetik. Kérem, tegyék ezt. Viszontlátásra, viszonthallásra.